Egy szép napon ez mind a tiéd lesz, fiam. A függöny? Nem a függöny, hülyekölyök, hanem amit itt látsz. A hegyek, a völgyek, meg mindaz, ami a képhez tartozik, egykor a királyságod lesz. De anyám... Apám, apád vagyok. De apám, értsd meg, ez nekem nem kell. Ide hallgass, az egész királyság az én művem. Amikor neki kezdtem, mindenütt csak mocsár volt. Mondta is a többi király, a bolond épít ide várat. Én mégis felépítettem, hogy megmutassam nekik. De elnyelte a mocsár, tehát építettem újat. Az is elsüllyedt. Építettem egy harmadikat. Az leégett, összedült, aztán süllyedt el. De a negyedik, az megmaradt. Ez az, ami majd a tiéd lesz, fiam. A legerősebb vár, közel s távolban. De nekem akkor se kell, apám. Én inkább... Inkább mit? Én inkább folyton dolgozik. Álljanak be! Addig ugyan nem, míg én itt vagyok. Nézd, fiam, 20 perc múlva elveszel egy lányt, akinek az apja a legnagyobb földbirtokos egész Britanniában. Én nem akarok földet, apám. Na nézd, Alice. Herbert. Herbert, egy mocsár tetején élünk. Szükségünk van szilárd földre. Értsd meg, én nem szeretem azt a lányt. Miért nem szereted? Mi bajod vele? Hiszen tündérszép, mesegazdag, hatalmas legelői rétjei vannak. Igen, apám, tudom, de én arra vágyom, hogy a lányban, akit elveszek, meg legyen az a különös, rendkívüli valami... Hagyják abba! Hagyják abba! Fiam, feleségül veszed Lukaván hercegnőt. Ajánlom, fiam, barátkozz meg a gondolattal. Őrség!